Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztút adása. A mai alkalommal, most már harmadik ízben fogunk beszélgetni arról, hogy mit jelent a halál és a reménység, természetesen még egy olyan témakörben, ami az emberi család indulásával foglalkozik. A mai beszélgetésünknek az alcíma címe Megérteni az emberi természetet, és az alapige a Mózes első könyve második fejezet 7. versében így hangzik, és formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehelet vala az ő órába életnek leheletét, így lőn az ember élő lélekké. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Barabás Sándor lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden nézőt, én is. Ugyanúgy szeretettel Szász Tibor lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába. Köszönöm a meghívást és sok áldást mindenkinek. Meg lehet-e érteni az emberi természetet? Most már két olyan személy meghívottam, akik az életüknek nagyobb részét leélték, és értitek, tudjátok, mi az élet, tapasztalat is van bőven, ismeret is van. Mit lehet elmondani az emberi természetről? Az emberi természet elég titokzatos. A egyik vallás úgy fejezik, hogy misztérium. Hát az egész élet egy misztérium, ha így vesszük. És hiszem, hogy itt nem a vérmérsékleti tényezőkről van szó inkább, hanem egy különleges természet az embernek, amely alapvető, és amely mindenkinél ugyanaz, és pedig a halandóság. Tehát az, hogy az ember nem úgy született, hogy soha ne haljon meg, hanem meghal sajnos, a bűnbeesés óta van ez, és ennek a megbeszélése úgy látom azért van, és már régóta is sokszor beszéltünk erről, hogy ezt a témát nagyon megzavarták bizonyos filozófusok, berögződtek nagyon rossz, helytelen nézetek az emberek életében, keresztények, nem keresztények életében, és ebben a tudatban élik az életüket, és hiszem, hogy ez az adás is most úgy gondolom azért van, hogy még rakjunk helyre bizonyos dolgokat. Tehát az emberi természet ismerhető azonban, de Isten segítségével ismerhető, ismeri igazán, és elég titokzatos az emberi természet. Én azt mondanám ezzel kapcsolatosan, hogy az élet ismerete ne csak a saját tapasztalatunkon feküdjön, ne csak erre építsük, hanem próbáljunk betekintést szerezni az életünkről, az életről általában az Isten részéről, aki teremtett bennünket. Ugye mai napig is, hogyha egy új termék kerül a kezünkbe, azonnal vele együtt adják az útbaigazítást. Így vagyunk a mi Istenünkkel is. Hogy megértsük, hogy hogyan kell élni, mi a jó, mi a rossz, mire vezet, hova visz az életben, kell konzultáljuk azt az Istent, aki teremtett bennünket. Őt pedig a Szentírásból, a Bibliából ismerjük meg, és ott találjuk leírva mindazt, ami az életünket ilyen téren meghatározza. Fontos-e foglalkozni a halál kérdésével, a jövő kérdésével? Vannak, akik bővebben foglalkoznak, egy egész életet szentelnek ennek a kérdéskörnek a tanulmányozással, és vannak olyan emberek, akik nem igazán foglalkoznak ezzel, élik a mindennapjaikat. Miért fontos foglalkozni ezekkel a dolgokkal? Tulajdonképpen, ha értelmes lények vagyunk, akkor gondolunk erre, világos. És a zsidókhoz írt levél arról is tudósít, hogy voltak, akik vagy vannak, akik egész életükben a haláltól való félelemben élnek, és ez egy rettenetes állapot. Na most éppen erről van szó, ezért kell foglalkozunk a halál kérdésével, hogy tudjuk meg, hogy az tulajdonképpen micsoda, miért van, meddig van, ha van, milyen esetben lesz örök a halál, és milyen esetben lesz csak ideiglenes. Tehát ezért a halál kérdése nagyon fontos egy keresztény ember számára, erről tárgyalni, erről beszélni, ezt hinni, és helyesen elfogadni Isten részéről a Biblia alapján. Van egy csodálatos könyvünk, a Jézus élete. Ebben a könyvben az ihletet író azt írja a 694. oldalon, hogy a hívő ember számára a halál csak egy röpke pillanat, és nincs nagy jelentősége. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tudjuk,
a halállal kapcsolatos dolgokat, de ne szánjunk neki túl nagy fontosságot. A keresztény számára, folytatja ez az író, a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A lényeg ezen a pillanatokon túl van. Amíg élünk a Földön, és majd utána, amikor majd feltámadunk, és az életünket folytatjuk az örökké valóságon át. Az előbbiekben volt egy néhány utalás a halálra, hogy mennyi ideig tart, hogy lehet-e visszatérni belőle, vagy miből, melyik halálból van feltámadás. Mit mond a Biblia akkor így nagy vonalakban a halálról? De tapasztalatilag is, ahogy az ember megtapasztalta. Az élet és a halállal kapcsolatos első feljegyzéseket már a Mózes első könyvében találjuk meg, abban a fejezetekben, ahol le van írva a teremtés. És miután Isten megteremtette Ádámot, azt olvassuk, hogy az Éden kertjébe helyezte el őt, és ott az Éden kertjében volt egy fa, a jó és tudásnak fája, amelyről Isten azt nyilatkozta Ádámnak, hogy az a fa, amelyről ne egyenek sohasem, mert ha esznek, akkor bizony meg fognak halni. Ugyancsak ott a Mózes első könyvében már megtaláljuk ennek a kijelentésnek az ellentétjét is, az ellenkezőjét is. Mert oda jött a sátán, és azt mondta Ádámnak és Évának, hogy bizony nem haltok meg. Na most ez a két kijelentés ellentétes egymással, ugye? Kinek hiszünk, melyiket fogadjuk el? Ez nagyon fontos a mi számunkra. Tudnunk kell azt, hogy Isten kijelentése kellene legyen minden ember számára hiteles. Mert a Biblia maga azt tanítja a sátánról, hogy ő Istennek az ellensége, Isten ellen dolgozik, és mindent, amit mond, amit tesz, azzal próbálja Istent meghamisítani, és az embereket megtéveszteni. A Biblia azt mondja, hogy ő a hazugság atya, és mindent, amit beszél, az hazugság, ugye? Ezért nekünk nagyon kell tudni akkor azt, hogy kire hallgassunk, amikor a halállal kapcsolatos problémákat próbáljuk kutatni és értelmezni. Hogyha tovább lépünk, akkor feltevődik egy fontos kérdés. Miért a Biblia az, ami biztos választ ad a mi számunkra a halállal kapcsolatosan, a reménységgel kapcsolatosan? Mi adventisták, miért támaszkodhatunk teljességgel a Szentírásra? Elmondható azt, hogy egyszerű, érthető és észszerű, átlátható és áttekinthető az isteni kijelentés. Nincs benne olyan zavaros dolog, amit nem lehetne megérteni. Nincs benne olyan filozófia, ami nagyon emberi és nagyon elvont lenne. Hanem nagyon, mivel Isten a forrása, azt jelenti, hogy tőle kapjuk az igazit, mert ő az élet forrása is ugyanakkor, és akkor azt jelenti, hogy ha ő erről tudósít minket, ő a legilletékesebb arra, hogy leghelyesebben, legjobban mondja meg, hogy mi az élet tulajdonképpen nekünk. És hogy lehet az életet megélni úgy, hogy az javunkra is legyen, dicsőségére is legyen Istennek, mások javára is legyen. Tehát ezt a rövid életet valahogy úgy éljük át, hogy legyen minél jobb mégis a bűnbe esett szférában is, amelyben ugye élünk, még ilyen körülmények között is. A halállal kapcsolatos problémákról a Biblia több mint 380-szor tesz említést. Ez már egy elég fokos anyagot jelent, ugye, ami számunkra, hogy tanulmányozzuk és hogy megértsük, hogy mi is a halál. Másfelől a halállal kapcsolatosan nekünk nem lehet tapasztalatunk. Mert amikor abba az állapotba jutunk már, hogy halunk meg, a legtöbb ember már öntudatlan. Nem tudja felmérni azt, hogy mi is történik benne.
De még ha fel is fogná, nagyon kevés az az ember, aki a halálból visszajött, feltámadott, ugye, és hogy el tudná magyarázni azt, hogy mit is ért meg akkor, amikor ez a folyamat történt, végbe ment benne. Ezért nekünk arra kell hagyatkoznunk, aki az Isten, aki ugye meg tudja mondani, hogy mit jelent a halál az emberi életben, az ember életében. Lépjünk akkor tovább, és nézzük meg, megtanulva, áttanulmányozva, kiértékelve az ember formáltatásának alkalmát. Olvassuk el a Mózes első könyve első fejezet 26. versétől az ígéket, és a Mózes első könyvének második fejezetének 7. versét, majd utána elemezzünk egy néhány gondolatot. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Szeretném, hogyha ezt a nagyon fontos ige szakaszt felboncolnánk, és elemekre bontva megértenénk ennek az üzenetét, mert több gondolat rejlik benne, és ezeket megmagyaráznánk, hogy mit jelent. Ugye Isten a teremtőnk, Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, Isten férfiúvá és asszonyjá teremtett bennünket formálás útján, és nem csupán szava által, vagy nem szava által, és élő lélekké földből, leheletéből, és az élő világ uralására, vezetésére, ugyanakkor őrzésére. Nézzük meg mindegyiket külön-külön, hogy mit jelent. Miért fontos megbizonyosodnunk arról, hogy Isten, amit teremtünk, és az ő kezéből származunk. Azt jelenti, hogy az ember nem a véletlen műve, nem egy fejlődési szakaszon jutott emberré, vagy lett ember, hanem Isten a teremtője. Sőt, azt is kihangsúlyozza, hogy az ő képére. Azt jelenti, hogy erkölcsi lény, gondolkodó lény, felelős lény, értelmes lény. Tehát azt jelenti, hogy egy nagyon magas pozícióban van az ember. Az, hogy Isten hasonlatosságára teremtettünk, ez fizikai értelemben is érthető? Úgy gondoljuk, hogy igen. Legalábbis így gondoljuk. Mindent nem tudhatunk mi sem pontosan, de így gondoljuk, hogy mondjuk inkább a jellemére gondolunk persze, hogy milyen a természete, milyen a jelleme, mennyire tud szeretni, mennyire tud esetleg az emberhez hozzáhajolni, segíteni. Ugye az ember megváltását a szeretete miatt hozta létre. Kommunikálni szeret, akar. Szóval nem is szeret egyedül lenni, hanem az ember pontosan azért is teremtette, hogy legyen miben gyönyörködjön, legyen kivel kommunikáljon, legyen akit megbízon ezen a földön, legyen egy helytartója, ha így akarjuk, a földön. Tehát egy különleges valaki, akiben tényleg gyönyörködik, mert visszaveri, hogy fejezzem ki, visszatükrözi, nem jutott eszembe elnézést, az ő kilétét. És a legtöbb esetben ez kellene történjen, és van, hogy meg is történik, de sajnos azt már tudjuk, hogy nem úgy, ahogy ő elképzelte mégsem. Én itt azt szeretném elmondani, hogy Jézus Krisztus testet öltött, következésképpen fizikailag hasonlít ránk, helyesebben mondva, mi hasonlítunk rá. Azonban az Isten képűség bennünk inkább az, hogy tudunk gondolkozni, tudunk dönteni helyesen is, ugye? Tudunk termelni olyan dolgokat, amik elvont fogalmak, mint például gondolat, érzelem. Ez csak egy felsőbbrendű lény tudja megtenni, aki valóban magában hordozza az Isten képűséget. Az állatok ezzel a képességgel nem bírnak. Van ugye valami belőlük, bennük ezekből, például egy állat is tud szeretni, de nem tud gondolkozni, nem tud dönteni, nem tud következtetni.
Tehát az Isten képiségünk az, hogy értelmesek vagyunk, gondolkodunk, és tudunk helyes döntéseket meghozni az életbe. Nagyon tetszik az a gondolat, ami manapság sarkalatos kérdés a világunkban, azt mondja, hogy formálta az Úristent az ő képre és hasonlatosságára, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Miért fontos ragaszkodni és megőrizni ehhez az áldáshoz és ehhez az alkotáshoz, ebben a formában, ebben a minőségben, ebben a felállításban, és gondolok itt a családtervezésre is, az ember életformájára? Azt hiszem, hogy Isten az egyik legnagyobb áldást éppen így adta az emberiségnek. Amikor van egy szeretett légkör a családban, a férfi és a nő közt, a feleség és férj közt, hát az egy boldogító tudat, igaz? A másik, hogy ott van a prokreáció. Hát hogy van fenn az emberiség? Hogy marad fenn az emberiség? Csak is így. A két nem egyesülése által. És Isten egyesítette ezt a két nemet. Most már nem térnék ki negatív dolgokra, de lehet, hogy rátérhetünk később, vagy akár most is, hogy ugye a mostani álláspont a világon elkezdett fajulni rossz irányba, amikor ugye az egyneműek próbálnak összeházasodni. Abból sem gyerek nem születik, sem boldogság nem születik, abból csak gonoszság is, és mindenféle rossz, Isten elleni való lázadás. Ugye Rómánál írja az, igen, hogy nem tartották meg ismeretükben ugye ezt az isteni intézményt, ajándékot, és mindenféle gonoszságot, butaságot, rosszaságot elkövettek, és követnek az emberek, amiből nagyon sok rossz származik. Tehát ez a tény egy boldogító tudat, hogy lehet egy boldog család, és ez egy boldog család akkor tudja meg, amikor felbomlik, valamelyik fél meghal, akkor jön rá igazán, hogy Uram, milyen nagy áldás volt nekem a családom. Lehet, hogy nem értékeltem eléggé. Vagy a férjemet, vagy a feleségemet, vagy a gyermekeimet. Tehát azt jelenti, hogy ez a jó tanulság, ha belegondolunk, így is. Én is magamnak ugyancsak a Római Levél első fejezet néhány versét írtam ki ide válaszul, a 18. verstől egészen a fejezet végéig, amelyben Pál apostol szinte, mintha előre látta volna, hogy mennyire elfajul az emberiség ezen a téren, hogy nem őrzik meg azt, hogy két nem létezik, férfiú és nő, és hogy éppen azért hozta a Jóisten ezt létre, hogy tudjunk szeretni, tudjunk közösséget alkotni valakivel, tudjuk megvalósítani a szaporodásnak, az élet fenntartásának a folyamatát, ugye? Ha pedig ezeket elvetjük, ezekre nemet mondunk, akkor a Biblia itt ebben a szakaszban nagyon, de nagyon drasztikusan fogalmaz, mondván, hogy ezáltal annyira elfajul az emberi lét ezen a földön, hogy balgatagok leszünk, összeférhetetlenek, szeretet nélküliek, és egészen a teljes tönkremenésig, az önpusztításig elmegy az emberi faj. Az ember sajátosságához tartozik, vagy sajátosságához kapcsolódik az is, hogy a Jóisten nem úgy teremtette, mint a teremtett világot szavával, hanem formálta. Ez minden bizonnyal egy töbletet jelent, egy különleges üzenetet. Mit kell értsünk mi ebből, amikor ezt olvassuk, hogy Ádám és Éva formáltatás útján jött létre, és nyilván, hogy mi is, mindegyikünk, amikor mielőtt megszületnénk, a Jóisten alkotásai vagyunk és formál bennünket az anyamében. Mit jelent ez? Mondhatnék egy emberi példát, és onnan indulnék ki. Édesapám fazekas volt, valamennyit én is tudtam belőle, és az az agyag, ami a kezében volt, az csak agyag. És annyira tudta szeretni azt az agyagot, mert tudta, hogy nem sokára mi lesz belőle. Ott voltunk, néztük, hogy forog az a korong, és milyen szép alakú váza, meg mindenféle lesz belőle. És akkor ő már szerette azt az anyagot is, pedig még nem volt semmilyen alakja. Most azt kell mondanom, hogy Isten, mivel előre látta az embert is, ugye, ő már az agyagot is szerette, szeretettel vette a kezébe, formálta, fölé hajolt, ölelte, és úgy közben gyönyörködött, hogy milyen szép ember lesz ebből. Tehát azt jelenti, hogy saját kezébe vette, és nagy gonddal, ügyességgel, odafigyeléssel, isteni bölcsességgel formálta azt az agyagot,
hogy ember legyen belőle. Tehát így tudnám én ezt kifejezni most. Amit a drága kollégám elmondott, az az emberi teremtésnek a fizikai része. De ha tovább megyünk, akkor azt olvassuk, hogy miután elkészült az agyagból formált ember, ugye, akkor Isten lehajolt az emberhez, és rája lehelt, és az ige így folytatja, hogy így lett élő lélekké. Na most itt nagyon, de nagyon mély tanítás van a mi számunkra, hogy meg tudjuk különböztetni a leheletet a lélektől, ugye? Mert a kettő nem mind egy. Ezért sokan, mivel amikor azt olvassák, hogy a lehelet visszatér az Istenhez, akkor azt értik belőle, hogy az ember, mint test nélküli lény, mint lélek tovább él. Pedig a lélek nem más, mint test plusz lehelet. Ugye? Akkor jön létre a lélek. Amikor a kettő talál... A tudatos lény. Igen, a tudatos lény. És a halálnál pontosan ennek a folyamatnak az ellenkezője történik. Az Isten visszavonja az életnek szikráját, a leheletet, ugye? A test meghal, kezd megmeredni, ugye? És a következő pillanatokban aztán a rothadás áll be, és visszakerül ugye a porba, ahonnan vétetett. De a lélek megszűnt. Nem létezik tovább. Nincs egy további öntudatos élet. Ezért ennyire fontos, hogy megértsük ezt a teremtési folyamatot. Mert amikor helyesen értelmezzük, és helyesen alkalmazzuk, és megértjük, hogy a halál a teremtésnek a megfordított folyamatja, akkor nem tudunk eltévedni ebben az értelmezésben. Tehát akkor a Jóisten az embernek nem élő lelket adott, nem. Hanem azzá lett. Azzá lett. Pontosan, mint ahogy tapasztaljuk itt, világosság van. Hogy jött létre ez a világosság? A villanyáram kapcsolatba került az égővel. A kettőnek a találkozása létrehozta a világosságot. A világosság akkor tűnik el, amikor az égőhöz már nem jut el a villanyáram. Az égő vagy már rossz, vagy hogyha ugye nincs áram benne, akkor nem ér semmit. Míg az áram, nem mondhatjuk, hogy visszamegy a vállalathoz, ahonnan jött, ott van, ő is létezik tovább, ugye, de nem öntudatos, nem hoz létre semmit önmagába. Na így van az életnél is. Az élet csak akkor létezik, a lélek, mint ember, ugye, amikor a kettő találkozik és együtt van. Amikor ez a folyamat megfordul, akkor azt nevezzük halálnak, és az egyik vissza a földbe, ahonnan vétetett, a másik az ott van, de mivel nincs test, amivel érintkezzen, nem él tovább, nincs maradondósága, nem marad meg. Arról is olvastunk, hogy a Jóisten Ádámot felelősséggel bízta meg, és őrzi, mondjuk úgy vezette a teremtett világot, az állatoknak az őrzésére is elrendelte, uralására is. Mit jelentett ez, és miért volt erre szükség? Hát mivel, hogy értelmes lény az ember, a teremtés koronájának is nevezhető, akkor Isten nagyon jól gondolta ki, hogy őt bízza meg a teremtett világ gondozására, odafigyeljen, őrizze az állatvilágot is, ne bitorolja, hanem inkább őrizze a teremtett világot, a flórát és az állatvilágot is, tehát a növény és állatvilágot egyaránt. És ez a megbízás, ez egy felelősség részéről, és azt hiszem nem csak akkor, hanem ma is. Azt is megmondhatom, mint negatív dolog, hogy ma már az ember nem őrzi a természetet, hanem sajnálom, bitorolja. Ezt nem egy hívő ember mondja, hanem egy nem hívő ember is gyakran itt-ott elmondja, elszólják magukat az emberek, elismerik, hogy sajnos az emberiség bitorolja a természetet. Na most már ez pozitív, ugye akkor Isten így látta jónak, így akarta, és így is volt egy darabig.
Köszönöm a gondolatokat. Láthattuk, hogy a Jóisten hogyan alkotta meg az embert, viszont az ember életébe beköszöntött a bűn, az elmúlás. Ezzel kapcsolatosan is vannak Istennek megjegyzései, kirovásai. Egy-két igeverset hadd olvassak, és akkor beszélgessünk a bűn következményéről. A Mózes második könyve, első könyve, második fejezet 16. versétől, majd az Ezékiel könyve 18. fejezet 4. verséből. És parancsol az Úr Isten az embernek, mondvánakért, minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Íme minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém, amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia. Azt látjuk, hogy előbb vagy utóbb mindenki távozik az élők sorából. De miért kell Ádám és Éva után gyermekeinek, utódainak is meghalnia, mindennek ellenére, hogy mondjuk úgy, mi nem vétkeztünk, hanem csak Ádám és Éva vétkezett leghamarabb? Sajnos a teológiában elterjedt az a magyarázat, amely szerint a gyerekek öröklik az elődök bűneit. Mi nem hiszünk az ilyen nemű öröklődésben, hogy ha szüleink hibáztak, akkor a hibájuk miatt mi is bűnösök, hibásak vagyunk. Mi azt hisszük, hogy a bűnös állapot megrontotta az embert nem csak az ő külsejében, nem olyan, mint a sár a kézen, ugye csak külső felületi változás történt volna az ember lényében, hanem a bűn belsőleg is érintette az embert, az egész lényébe. És mivel mindkettő, Ádám és Éva is ezzel a bűnös természettel bírtak, mi ezt a bűnös természetet öreköljük. És a magunk során mi is vétkezünk. Ugye? Ezt a Biblia nagyon világosan ki is mondja, amely bűnös vétkezik, annak kell meghalnia. Mi nem örököljük az elődeinknek a konkrét bűneit, de a hajlamot igen. És a hajlam annyira rossz, hogy, és erős bennünk, hogy mire felnövünk és öntudatos lényekké válunk, már ott van bennünk az erőszak, az önzés, az irigység, ugye, szorítjuk még gyermekkorunkba az öklünket, ugye, pedig sokszor nem is tudjuk, hogy az rossz. És ez az, amit örököltünk a szüleiktől, és ez az, ami miatt a Biblia így beszél rólunk. Talán erről mondja Pál apostol a római levél az 5. fejezet 12. versében, hogy Ádám és Éva által mindannyian vétkeztünk egyféleképpen. Nem speciális bűnöket, hanem általánosan bűnbe estünk, halandók lettünk, ítélet alá estünk. Tehát most már egyetlen megoldásunk lesz, ha lesz, és örömünkre lett, hogy Jézus ugye vállalta, hogy ugyancsak egy személy által, ő általa hozza nekünk az örök életet és a váltságot. Tehát azt jelenti, hogy bűnbe esett az emberiség az Ádám és Éva vétke által. Nem egy speciális bűn, hanem általános bűn, ami az emberiséget bűn alá rekesztette egy másik páli idézet alapján. Tehát azt látjuk, hogy Isten tökéletesnek teremtette az embert a bűn következtében, az engedetlenség következtében bűnössé vált az ember, és megváltozott ezért az életünk, az életminőségünk. Ugyanakkor már beszéltünk arról, hogy ennek következtében beköszöntött a halál az emberi család életébe, és változás állt be az életminőségünkbe. Néhány ígével, hogyha ezt a gondolatot újból alá tudnánk támasztani, hogy mi történik az emberrel a halál beálltakor, hogyan értjük meg mi keresztények, adventisták, azt, hogy mi is van a halál beálltakor az emberrel, az emberi testtel, az emberi öntudattal. Ugyanaz történik fordítva, mint a teremtéskor. A teremtéskor megformált az embert a földből, és lehelt életleheletet belé. Na most az életlehelete az távozik az emberből, a test pedig visszamegy a földbe, és porrá lesz. Egyszerű és érthető. Na most természetes, hogy tudni kell azt, hogy
ez az már szó is esett erről, hogy az a lélek most már önmagában nem fog tovább élni, nem egy külön entitás, hanem az csak egy isteni valameddig tartó, amit ő ajándékba adott az embernek. Életerő fogalmazhatunk életerőt, köszönöm, így is. Igen, ez volt. És azt miután visszavonja, tovább már nincsen élet. Tehát ami ezen felül van más egyéb, az spekuláció. És ezzel az egyszerű bibliai igével szerintem mindenféle tévtanítás meg kellene dőljön, ha az ember odafigyelne egy picit. Mert ez nagyon egyszerű. És azt is elmondhatom már, így gondolom, és emberi beszélgetés, emberekkel való beszélgetés után, hogy miért olyan népszerű ez a lélek halhatatlanságának tovább élésének a gondolata. Azért, mert az emberek valahogy jobban elhiszik azt, mint a feltámadást. Feltámadás egy kicsit lehetetlenebbnek tűnik számukra, mint az, hogy él még valahogyan, nem tudom hogyan, de él még az a lélek. És persze, hogy azt is meg kell említenem, és készültem rá, hogy említsem meg ezt a három szemét, Pitágoraszt, meg Plátont, meg Tertulliánust. Hát ez a három befolyásos személy nagyon sokat nyomott alatban, hogy a kereszténység alá süllyedjen. Mert amikor értelmiségek és tudós emberek szólnak bele ilyen dolgokban, arra odafigyelnek az emberek, és hitelt adnak. Mint például ugye Pitágorász Krisztus előtt 600-ban, ez egy geometriával foglalkozó tudós volt, ő beszélt a lélekvándorlásról, a transmigrációról, és így tovább. Tehát ezt nagyon kifejlesztette, és ezt a görög filozófiára építette, mert népszerű volt, hogy hát ugye az ember mégsem hal meg, valamilyen módon csak tovább él. Aztán Pláton 400 körül továbbfejlesztette, Malakiás proféta kortársa volt ugye Pláton, és akkor egészen doktrinát csinált belőle, úgyhogy meg is maradt később, és felhasználták az egyházakat, egyházok ezt a doktrinát hittanításra. Hogy nem mondjam azt, hogy már Tertullianus Krisztus után 160-ban ez egy hittanító volt, már keresztény volt, és mégis ő alapozta meg végeredményesen a lélek halhatatlanságának a tanát, az előbbi filozófusokra hivatkozva, és ezekre támaszkodva. Kártágóban élt ugyebár, stb. Ez történész is volt, nagyon befolyásos ember. Na most, ha arra gondolunk, hogy ilyen nagy léptékben és ilyen nagy emberek hátán, nyomása révén alakult ki egy ilyen tanítás, akkor ezt nagyon nehéz megdönteni. Különösen akkor, hogyha a mai ember is ahelyett, hogy Bibliát vegyen a kezében, ahelyett, hogy leüljön és tanulmányozon és imádkozzon, inkább elfogad valamit, valahonnan, mit számít, hogy mit, csak én is higgyem, hogy nem fogok meghalni, és ez nagyon jó. Miért könnyebb inkább azt elhinni, hogy van élet a halálban és a halál után, és a mennyből tekintenek le ránk a szeretteink, és majd valamikor, amikor mi magunk is oda jutunk, akkor majd onnan tekintünk le a szerettünkre, és közben ezt olyan sajnálattal teszik a gyászolók, miközben a menny az egy jó hely, az nem egy olyan hely, ahol szenvedés lenne. Mert miért könnyebb elhinni ezt a hazugságot, ellentétben azzal az igazsággal, hogy lesz feltámadás, és a halálban nincs egy öntudat? Gondolom, hogy azért, mert nem is vesszük észre, mikor jutnak el hozzánk ezek a hírek a halhatatlanságról. Lehet, hogy már gyermekkorunkban itt-ott gyermektársainktól hallunk egy-egy dolgot, és mi azt betápláljuk az agyunkba, ez alakítja a gondolkodásunkat, és nem ismerjük ezeknek a forrását. Ugye? És mire fel vagyunk nőve, ki van már alakulva bennünk egy bizonyos gondolkodási mód a halállal kapcsolatosan. És akkor, amikor szembe találjuk magunkat a Bibliával, ami másképp nyilatkozik, akkor már inkább arra hajlunk, hogy azt higgyük, amit tudunk, mint azt, amit most valami új lenne. És ezért könnyű elvetni az újat, és maradni a régi tudás alatt. Pedig az egész logikátlan. Ugye? Hogyan egyeztethető össze akkor a keresztény hit berkein belül az elképzelés egyesek
gondolatvilágában, hogy a szeretteink a halál után a mennybe jutnak, és onnan tekintenek el ránk, vagy éppenséggel a pokolba is ott megtisztulnak, és aztán onnan, ha minden jól megy, akkor tovább jutnak, azzal a bibliai tanítással, hogy van, vagyis lesz feltámadás. Össze lehet ezt egyeztetni, ezt a kettőt? Éles ellentétben vannak egymással. És miért? Hát először is vagy a feltámadás, vagy nem halunk meg. Ha nem halunk meg, akkor nem kell feltámadás. Hát ha már úgy hiszük, hogy nem fogunk meghalni, tovább élünk így vagy amúgy, akkor nem kell a feltámadás. Egyszerű. Nem? Tehát azt jelenti, hogy csak nem hiszik Isten szavát, hanem mit hisznek? Sátánnak a szavát, hogy nem haltok meg. A legelső hazugság, amit elmondott Édenben az első emberpárnak, hogy nem haltok meg. És ez olyan erős maradt, hogy mindenféle tévtanítás ugye ebből burjánzott ki, alakult ki, és ez nagyon uralkodik ma a világon. Erősen. Olvassunk még egy nagyon lényeges ígét, amely tisztán, érthetően elmondja a Prédikátorok könyve 9. fejezet 7. és 8. verseiből azt, hogy mit mond a Biblia a halál állapotáról, vagy a halottakról. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincsen többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett, mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Mi is történik akkor a halálban az emberrel, aki már nem létezik? A teljes megsemmisülés. Nem marad belőle abszolút semmi öntudatos. Ha úgy volna, hogy megmarad valami öntudatos, és az jobb, mint hogy a lelkünk ebbe a testbe be legyen zárva, hát akkor kellene siettessük a halálunkat. Vágyjunk, hogy minél hamarabb halljunk meg, szabaduljunk meg a testünktől, és menjünk át a másik változatba, ugye, ahol örökkön, örökké boldogok vagyunk. De a Biblia nem karolja fel ezt a tanítást. Ez nem létezik. A halál pillanatában megszűnik az ember létezés. Az a kijelentés, amit felolvastál Prédikátor könyvében, ez minden tévtanítást megcáfol. Csak oda kell egy kicsit figyelni. Megszűnt minden. Hát akkor nem örvendez sehol senki, se onnan nem néz sehová. Megszűnt. Neki is minden tevékenysége megszűnt. Kész. Ellentmondásos ez a kijelentés, vagyis ez a tanítás, hogy ő ott van valahol és néz. Tegyük fel, ott van édesanyám, meghalt már. És valahonnan nézi az én életemet, az ő fiát, az egyetlen gyermekét. Na most, ha engemet egy baleset ér, egy betegség ér, akkor mennyire lehet boldog egy édesanyja, amikor ezt látja gyerekével kapcsolatosan, és nem tud segíteni rajta. Tehetetlen, ugye? Tehát ellentmondásos ez a tanítás. Lehetetlen. Megpróbáltuk ezeket a gondolatokat kifejteni, ha esetleg még összegző gondolatként. Még annyit, hogy az Úr Jézusnak is sok gondja volt a farizeusokkal, pontosan ezért részben, mert ők is hittek a lélek halhatatlanságában, a farizeusok. És mégis nem szégyelték, hogy Jézussal vitázzanak, esetleg többet akarjanak tudni, mint ő, és így tovább erősebbek legyenek, próbálják legyőzni beszéddel. Nem tudták, nincs hogy. Mert ők, ha egyszer ebben hittek, azt jelenti, hogy sátánnak hittek inkább. Hittek a lélek halhatatlanságában. Ez az egyik, amit mondani szeretnék. A másik meg az, hogy olyannal is találkoztam, hogy a millénium idején is lesz majd megtérés. Úgyhogy 1000 év alkalom lesz még megtérni annak, aki nem tért meg most. Hittünk szóval szerint igaz az 1000 éves időszak, Jézus eljövetele után, a feltámadás után kerül sorra. Ez az egyetlen rossz tanítás, vagy tanításmód, vagy alap, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki, nagyon sok rosszat hozott a kereszténységbe és általánosan a világba. Hát akkor ez azt jelenteni, hogy a gonoszok közül is lenne feltámadás, olyan természetű feltámadás, ami azt jelenteni, hogy a mennybe jutnak, vagy az Istennel hát lennének. Ezt akarja kifejezni egy gonosz ember, pontosan, ezt ebben hisz. Míg az első feltámadásról tudjuk, hogy csak az igazak támadnak fel, és akik által szegezték Jézus Krisztust, vagy hozzájárultak halálához. Még egy annyit, hogy ez, amit mi most teszünk itt, valami keveset ellensúlyozni akar abból, amit az emberek rosszul hisznek. Hiszem, hogy aki odafigyel,
annak hatni fog az Úr, hogy úgy legyen. Amen. Vigasztalásképpen és nagy igazságképpen hogyan beszél az Ószövetség, de maga az Úr Jézus Krisztus is a halálról, arról a halálról, amiből van feltámadás? Mint álom. Azt mondja, hogy a halál olyan, mint az álom. Ezzel azt akarja sugalni a mi számunkra, hogy úgy képzeljük el a halált, mint egy öntudatlan állapot, amikor nem tudunk semmit, ami körülöttünk történik, mi pihenünk, és majd ebből az alvásból lesz egy ébredés. És az az ébredés az, amely aztán hozza magával a jutalmat. Az egyesek számára az örök életet, a mások számára pedig az örök kározatot. Ezért ez a hasonlat. Most olyan kellemes gondolni erre a hasonlatra, mert ebből meg tudjuk érteni, hogy milyen is a helyzete az embernek a halálban, mert ott nincs fájdalom, nincs tudatos élethelyzet, és nem tudjuk az időt mérni. Így, ahogy Pál apostol is fogalmaz, nem előzzük meg, egyik a másikat nem fogja megelőzni. Gyakorlatilag Ádám halálának az időpontja a mi időnkben meghaltaknak az időpontjával és a feltámadás között az egy és ugyanazon időpontra kerül, és a 6000 évet, hogy így fogalmazzak, nem észleli a halálban a meghalt személy. Miért jó arra gondolni, hogy gyakorlatilag csak alvásról van szó? Hát hiszem, hogy az alvás, de ebben az esetben mégis nincs agytevékenység. Ha arra gondolunk, és azt beszéltük, hogy aki elaludt, meghalt, annak nincs semmilyen tevékenysége, még agytevékenysége sincs, ez a különbség az élő és a halott között. Na most, Jézus mégis így nevezi, hogy alvás, mert számára csak ennyi, mintha fel kellene valakit ébresszen, egy kicsit elaludt, mélyen, és megmozdítja, és kelj fel. Tehát azt jelenti, hogy az Isten feltámasztási csodájára gondolva, tényleg az alvásból mondjuk könnyebb feltámadni, vagy felkelni, bocsánat, mint egy halálból. Mert az még nem az úgynevezett második halál, amiből nincsen feltámadás. Ezért, hogy ez csak alvás. Ez egy ilyen lépcsőfok lenne én szerintem. Az halál, ez meg alvás. Beszélünk, ugye akkor beszéltünk itt az úgymond első halálról, amit egyenlővé tettünk az alvással, beszéltünk a második halálról, amiből már nincs felébredés. Mikor következik be egyik vagy a másik, hogy esetleg, ha olyanok is követnek bennünket, akik nincsenek tisztában ezzel a kérdéskörrel, hogy letisztázzuk? Az igazak feltámadásáról a Szentírás Jézus Krisztus második eljövetelekor beszél. Ugye nagyon sok biblia szöveg van a Tesalonikai levélben, a Korintusi levélben, hogy akkor támadnak fel az igazak, az élő igazak pedig egy szempillantásra átváltoznak, és megkapják a halhatatlanságot. Mi történik a gonoszokkal? Mert nyilván, hogy lesznek élve, életben lesznek olyanok is. Az élő gonoszok az Isten dicsőségétől elpusztulnak, meghalnak, ezért az 1000 év alatt a Biblia azt mondja, hogy a föld kietlen és puszta lesz. Nem lesz rajta egyetlen lény sem, ember sem, senki. A sátán pedig úgy írja le a Szentírás, hogy emiatt fogságban van. Nincs kivel dolgozzon, akit kísértsen, akin keresztül végrehajtsa a gonosz szándékait, terveit. De az 1000 év után, újból, amikor Isten leengedi az új Jeruzsálemet a földre, az igaz azt mondja, hogy akkor lesz a második feltámadás. Akkor támadnak fel a gonoszok. És mennek, hogy körülfogják az új Jeruzsálemet, és elpusztítsák az igazakat, ugye? De a tűz alászáll az égből, és megemészti őket, és ez a második halál, a megsemmisítő halál. Köszönöm. Szó volt arról is, hogy halhatatlanságot nyerünk, ugye Pál apostol is fogalmaz így. Most akkor az ember örök életre, vagy halhatatlanságra volt teremtve. Mi a kettő között a különbség? Mert ha bár használja az íge az emberre vonatkozóan a halhatatlanságot, viszont ezt meg kell különböztessük, hogy egyik a másiktól mit jelent, és mire leszünk mi újjáteremtve.
a Korintusi első, a Timóteus első levél 6. fejezet 16. verse egyértelműen jelenti ki, hogy az isteni a halhatatlanság. Egyedül az övé. Egyedül. Mert a halhatatlanság, hogy miben különbözik az örök élettől? Na most ezt nagyon jó megmagyarázzuk és megértenünk. Halhatatlan az, akibe önmagában megvan az a képesség, hogy él, és nem tud meghalni. Ez Istenben megvan. Ő nem csak, hogy tud élni, hanem ebből az életből tud kölcsönözni mások számára is. És ez az kölcsönzött élet tartja fenn a világon az életet bennünk ma is, ugye? Mi egy függő halhatatlanságot kapunk. Nem leszünk istenek ki, amikor ugye eljön Jézus Krisztus, hanem örök életet kapunk, egy olyan életet, amely Istentől függ. Amelynek a gyökere, az eredete Istenben van. Mi nem válunk halhatatlanná, hogy az élet mi bennünk legyen. Ugye? Hanem örök életet kapunk Istentől, mivel engedelmesek voltunk. Isten megenged, hogy örökkön, örökké vele együtt élhessünk. Ajándékként. És már az Édenben is adott feltételes halhatatlanságot Ádámnak és Évának. És amikor azt mondta, hogy amely napon eljöttek a tiltott fáról, meghaltok. Azt jelenti, hogy eddig volt a feltétel, ez volt a feltétel. És megszegtétek, sajnos most már ez nincs. Meg fogtok halni. Nagyon fontos kérdés az, hogy ki számára érhető el az örök élet, ki számára érhető el közülünk, emberi lények közül újból az a lét, amiben az Istennel együtt lehetünk, és nem fogjuk ismerni a halált többé. Ez egy ilyen elzárt, egyeseknek félretett ajándék, és nem mindenki érheti el. Van ilyen különbség ember és ember között? Nincs. János Evangélium 5. fejezet 21. verse azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Hát ez a lehetőség mindannyiunk számára fenn van tartva. A Bibliánk aranyszövege is azt mondja, ugye, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz. Ebben a valaki szóban mindenki benne van. Tehát bárki örökölhetné ezt a halhatatlanságot, ha elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának, mint Istentől küldött követet, aki bemutatja az Istent, hogy Istent megismerjük és őt szeressük. Ezzel együtt kapjuk meg az örök életet is. Köszönöm. Hát köszönöm ezt a beszélgetést, és a záró mondatokhoz érkeztünk. Akkor mi a mi feladatunk? Van-e feladatunk, és mit kell tegyünk egyénileg önmagunkért, esetleg egymásért ebben az élethelyzetben, ahol a halál uralkodik, de a reménység győzött a halál felett igazából, és ezt várjuk az örök életet. Nagyon lényeges, már el is hangzott, és most összegezném, hogy a hit Istenben és szavában. Ez az, ami tévedhetetlen, és nem enged tévútra menni. Ha ezt gyakoroljuk hittel és imádságos lélekkel, akkor nem fogunk eltévedni. Tehát töretlen hit Istenben, Jézus Krisztus megváltási munkájában, és nem csak hinni, hanem engedelmeskedni is az ő szavának. Tehát abban az irányban haladni, amit hiszünk, és ahogy hisszük, olyan formán éljünk életünk során. A Krisztussal való élet az azt jelenti, hogy egy elrejtett élet Istenben. És a Biblia azt írja a Kolossi levél 3. fejezet 4. versében, hogy mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Ez az, amit meg kell történjen most itt e földi létünk alatt. Fogadjuk el Krisztust, Krisztus bennünk, Krisztus elrejt bennünket az Atyában, és így ez az egység hozza azt, hogy majd feltámadunk az utolsó napon, és örököljük az örökké valóságot. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és két ilyen tapasztalt lelkipásztortól tanulhattam, és tanulmányozhattunk együtt nagyon fontos gondolatokat. A Jóisten áldását kívánom mindannyiunk számára.
Mi is köszönjük, és ő Isten áldjon. Téged is, mindenkit is. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, eddig tartott a mai beszélgetésünk. Érdekfeszítő témakör és beszélgetések sorában vagyunk minden szerda este. És a mai alkalommal többet beszéltünk arról, hogy mit jelent a halál, és hogy mi Istennek előkészített terve a mi számunkra. Még egy utolsó igei gondolatot hadd olvassunk fel a Zsoltárok könyve 115. fejezet 17. verséből. Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállnak a csendességbe, hanem kik? Az élők. Az élők dicsérjük az Istent. És az azt jelenti, hogy míg életünk van, lehetőségünk van dönteni a jó Isten mellett. Mert a halálban nincs semmilyen tudat, nem vagyunk képesek arra, hogy döntést hozzunk, mert már nem létezünk. Az ember addig létezik, ameddig a testében ott van az Istentől származó életerő, életet adó lehellet. Nem vándorol a lélek. Nincsen tudatos egy tudatja az embernek, vagy egy lelke, amely a halál után tovább állna, tovább menne, és lehetőséget kapna esetleg megváltozni, vagy dönteni az életéről. A Biblia azt tanítja, hogy amíg életünk van, dönthetünk Isten mellett. És mikor befejeztük életünket, várunk, hisszük, akik Istent elfogadtuk, a feltámadást, a megújulást, az örök életet. Segítsen meg az Úr erre bennünket, az ő kegyelméből. Amen.